Szeretnénk megköszönni annak a 150 pályázónak, akik benyújtották az apa és én fölhívásunkra a pályázatot, és persze mindenkinek, az ötletgazdának, Pusztainé Takács Erikának, hogy menedzselte a pályázatot, és külön is a pályázat bírálóknak, név szerint Szigeti Tamásnak, Ékes Editnek, Bugovics Anikónak, Lutár Kristófnak, Andrássy Tibornének, Mészáros Ágnesnek, dr. Gombos Péternek, dr. Vörös Klárának, Monnán Júliának és Héra Zoltánnak, hogy voltak szívesek a pályázat értékelési munkában. Nagyon nehéz helyzete volt a zsűrinek, voltak szívesek közreműködni. Arra kérem a bírálókat, hogy jöjjenek ide előre, és egy apró ajándékként, megtiszteltetésünk jeleként egy virágot vegyenek át. Köszönjük a bíráló bizottság tagjainak a munkáját, és kérjük tehát, hogy vegyék, választanak egy virágot. Közben szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik egyébként a pályázatot szponzorálták, a Hófehérke Fagyizónak, a Kokomax Édességboltnak, a Szigeti Gyula, az Őrangyalok Gyógyszertáraknak, a Tóth Ágas Kreatív Hobbiboltnak, Mrázapasz Háztartási Áruház és Nagykereskedésnek, a Kéttessé Pizzériának, a Szent György Gyógyszertárnak, a Fusion Racing Szórakoztató Központnak, a Szent Gellért Egyházi Könyvkiadó Kft.-nek és Nyomdának, Tarzsolt Virágüzletének, Lénard Papírboltnak, McDonald's étteremnek, a Turul étteremnek, a Pátria Papír Írószerboltnak. Ennyien voltak, akik közreműködtek a pályázati jutalmak rendelkezésünkre bocsájtására, mintegy 100 000 forint értékben. Köszönjük szépen a szponzorok nagylelkű ajándékait. És akkor most szeretnénk az eredményeket kihirdetni, és átadom a... óvodás kategóriában, óvodások közül a fotó kategóriában harmadik helyezést ért el Tóth Emma. Gyere, Emma! Tényleg vidor napja volt. Fotó kategóriában a második helyezett Fülöp Kristóf. Fülöp Kristóf nincs. Az oklevelet majd az óvónéni, vezető óvónénétől fogja megkapni. Első helyezett pedig Tóth Petra. Tóth Petra? Ja, nagyon jó. Egy apához két gyerek, nagyon jó. Gratulálunk. A külön díjas pedig Kátai Levente. Nagyon jó. Gyere, Levi! Nincs itt. Jó, oké, köszönjük szépen. Oké. Iskolások közül ugyancsak a fotó kategóriában második helyezett Pólai Vince. Vince, hol vagy? Az előbb még itt voltál. Remélem, gondolom. Jaj, Isten, gratulálunk. Első pedig Csiszár Ágyas Csenge. Innen a szomszédos szobról is érkezett pályamunka. Vers kategóriában, hát itt nyilván nincsen óvodás, mert hogy ők még nem tudnak írni. Harmadik helyezett lett Walter Pécsi Panna.
Második, Várföldi Dorina. Első pedig Tálos Botond és Csongor. Gyertek! Külön díjat Szita Luca Málna kap. Szita Luca? Next. Felsősök vers kategóriában egy vers érkezett, illetve egy első helyezést tudunk adni Várföldi Dalmának. Gratulálunk. Elbeszélés. Még mindig az irodalom, ebből is nyilván óvodás nincs, mert ugye ezt le is kell tudni írni. Alsó tagozatos korcsoportnál harmadik Hajdu Boróka. Második helyezést ért el Imre Zsuzsanna. Első, Fantoi Bence. Külön díj pedig Gabler Milán. Felsősök. Ugyancsak elbeszélés kategóriában harmadik Ceferne Lili. Lili, itt vagy? Nincs. Második Huszár Hanna. Első Ölveti Júlia Anna. Jó, Csi, itt vagy? Nagyon jó, gyere! Gratulálunk! Ahogy ez várható volt, a legtöbb pályamű a rajz kategóriában érkezett. Kezdjük az ovisokkal, hiszen rajzolni már ők is nagyon szépen, okosan és ügyesen tudnak. Harmadik helyezést ért el V. Krisztina. Ovisok. Gratulálunk, Kriszti. Ugyancsak harmadik, Sutyor Szófia. Gratulálunk. Második, óvodás rajz kategóriában László Regina. Gyere! Gratulálunk! Ugyancsak második helyezést kapott Nyegen Ha Lin Linda. Linda, itt vagy? Nincs. Jó. Első helyezést érte Bene Liliana. Lili?
Okay. Ugyancsak első Hídvégi Barbara. Külön díjas Kovács Anna. Gyere. Ez az, apu is kell hozzá, így van. Gratulálunk, jó? Gratulálunk a papának is. Oké. És még egy külön díjat kiosztott a zsűri Jäger Lilien személyében. Jäger Lilien, rajz külön díj, ovis kategória. Lévén nagyon sok pályamunka érkezett be rajz kategóriából, így a korcsoportokat is bontottuk, és ráadásul, hogy sok-sok ajándékot tudjunk kiosztani, megosztott díjakat is adtunk, tehát első és második díjakból is kettő-kettőket. Ugyanez igaz a megosztás az általános iskola alsó tagozatosaira. Külön vettük az első-második osztályosokat, és külön vettük a harmadik-negyedik osztályosokat. Tehát az első-második osztályos korcsoportban harmadik helyezést ért el Harsányi Zalán pályaműve. Zalán, itt vagy? Zalán, gyere! Gyere! Gratulálunk, nagyon ügyes vagy. Ugyancsak harmadik helyezést ért el Herkel Luca. Luca. Jó. Második helyezést ért el Virág Aletta. Aletta vagy? Második helyezést ért el Pusztai Rita. Gratulálunk. Első helyezett lett Bauer Arnold. Gratulálunk, Arnold. Apukának is, hogyha ide jön. És ugyancsak első helyezett lett Kádi Mária. Itt vagy? Kádi Marci, itt vagy? Voltak. Jó. Külön díjas ebben a korcsoportban Rada Bálint. Gratulálunk. És Bekke Barnabás. Itt vagy, Barnabás? Harmadik, negyedik osztályos korcsoportban harmadik helyezést ért el Ferenci Petra. Gratulálunk. És Molics Léna, második helyezés. Ugyancsak második helyezés Hangácsi Larina. Első helyezett Vörös Rebeka. Ugyancsak első helyezett Máj Zsuzsanna. Gyere, Zsuzsi! Gratulálunk! Külön díjas pedig Itvás Darinka. Gratulálunk. Ligeti Blanka. Gratulálunk. És Kádi Katalin.
és végül, de nem utoljára érkeztek pályamunkák rajz kategóriában a felső tagozatos korcsoporttól is. Harmadik helyezés Gulyás Gabriella. Második helyezés Sárközi Misi. Gratulálom, Misi. Első helyezés pedig Kurucéka Zsuzsanna. Nagyon jó. Látjuk érkezni. Gratulálom, szeretettem. Szeretnénk megköszönni továbbá mindenkinek, aki pályamunkát benyújtott, és ezek voltak azok a helyezések, díjak, amelyek a zsűri értékelése alapján konkrét eredményt is értek el, de szeretnénk minden pályázót, minden kisgyereket megajándékozni valamivel, tehát azok a kisgyerekek, akik beadtak pályamunkát, és még nem kaptak díjat, azok is jöjjenek ide előre, jó? Tehát azok a kisgyerekek, akik még nem kaptak díjat, azokat is várjuk ide előre a pulthoz, jó? És gratulálunk, nagyon sok szeretettel, nagyon ügyesek voltatok. Én ismét szeretném megköszönni a ötletgazdának, Pusztainé Takács Erikának és a munkatársi stábnak, hogy lebonyolították ezt a versenyt. Ez most első volt ilyen értelemben, de reméljük nem az utolsó. Reményeink szerint lesz még majd máskor is ilyen. Köszönjük Bohár Doninak és a fiataloknak, hogy zenéltek, és a zsűrinek ismét, hogy a nehéz értékelés munkáját magukra vállalták, a szponzoroknak pedig, hogy támogattak minket. Jó, az ajándékokat meg fogjátok Béla bácsitól és Erika nénitől kapni, én pedig kezet szeretnék fogni veletek. Gratulálok, nagyon ügyesek voltatok.